végbe lesz, tehát nem fog tönkre menni egy hamar, illetve nem kell folyamatosan mindig a vírusírtókkal foglalkozni, hogy most melyiket választom, hogy egyáltalán nem fogja védeni a gépemet. Hogy melyik disztribúciót válasszam, itt két fő kategóriára szeretném felosztani. Az első a verziólapú, illetve az úgynevezett rolling release disztribúciókra. A verziólapoknál a lényeg az, hogy vagy tényleges időszakban, vagy ciklikus időszakban vannak frissítések, illetve kiadások. Itt annyiban lehet úgymond idézőjelben a probléma, hogyha egyik verzióról a másikra frissítünk és a probléma adódik, akkor viszont ott a rendszer tönkre megy, és sajnos kezdhetünk egy újabb telepítést. A rolling disztribúcióknál az az előny, hogy egy alapkész rendszert kapunk, amik után frissítések következnek. Ez megint a fejlesztők által határolódik el, hogy mikor fognak úgymond frissítéseket kiadni. Itt kevesebb a veszélye annak, hogy az alaprendszerünk úgymond tönkre megy. Hogy tetszeni fogja az új rendszer, az mindenkinek el kell dönteni saját magának. Viszont tudni kell, hogy a Linux az nem Windows. Tehát nem működik minden egyszerre, nem működik egyből minden. Oda kell figyelni dolgokra, mert az újítás során sok mindent kell tanulni. De hogyha az ember ezt mind felvállalja, és úgy gondolja, hogy egy új világot szeretne magának teremteni, akkor a Linux neki megfelelő lesz. Még amit elfelejtettem, hogy miért is jó Linuxot használni, egy az, hogy hatalmas közösség áll mögötte, tehát ami azt jelenti, hogy úgy is mondhatnánk, hogy a publicumra az emberekre épül, illetve most már azért elkezdődött az a vonal, ahol a támogatás is nagy mértékben szerepet játszik. Ugye látjuk az Ubuntu-t, látjuk azokat a disztribúciókat, akár a Fedoránál is, illetve az LHR rendszereknél, ahol a támogatottság az hatalmas nagy, és ezt különböző országokban használják. Ugye Amerikában nagyon szeretik használni az LHR-vonalat, Európában az Ubuntu Linux mint jobban elterjedtebb, illetve a támogatások is nagyobb. Amiről szeretnék beszélni, a Corora. A Corora az egy Fedora alapú fork. Na most ugye a fork az leszármazottat jelent angolul, bár a Corora nem hivatalos kiadása a Fedorának. A Corora története az úgy kezdődik, hogy a fejlesztő Chris Mart, a fiatal ember, ő úgy gondolta, hogy megérett az idő, hogy egy újabb Linux disztribúciót alapítson meg. A legelső gondolat az volt, hogy Gentoo alapú bináris csomagokra fog építkezni, tehát ami azt jelenti, hogy a Gentoo Linuxnak az alapjait veszi elő, és a csomagokat beleintegrálja. Na, ugye itt jöttek azok a problémák, hogy kezdődött azzal, hogy amikor ez a 2000-es év közepén, ugye látjuk, hogy az alatta lévő korai megszűnés előtt, a Gentoo már rendelkezett grafikus felületű disztribúcióval, ez volt a Shabayan Linux. Ugye nem annyira volt elterjedt, de már volt egy olyan közösség, egy olyan háttér mögötte, ami megakadályozta azt, hogy Chris Mart tovább folytatja. A másik az, hogy kevés volt a támogatottság, tehát egyedül, illetve két-három emberrel egy disztribúciót létrehozni nagyon nehéz. Kell hozzá azért megfelelő tőke, illetve az, hogy nem volt elég ideje rá. És úgy döntött, hogy akkor ezt be is fejezi. A korai megszűnését ugye 2007. november 7-ére lehet tenni, ezek után nem is igazán foglalkozott már tovább. Majd egy három éves ciklust követett az, amikor úgy gondolta, hogy mégis újra előveszi ezt a rendszert alapjának, ekkor választotta a Fedorát. Nagyon kevés disztribúció választja a Fedorát. Állítólag a instabilitása miatt ezzel azért vitatkoznék, mert az LHR vonal igenis stabil, tehát stabilnak mondható. Ez mindenkinek a saját véleménye. Újjászületett a Corora rendszer 2010. december 23-án. Elkezdődtek az úgynevezett beta kiadások, illetve a kompis bemutatása a rendszerekben, de mivel ugye ezek még tesztelő fázisokban voltak, és igazából nem nagyon építkezett a Fedora alapukra nagyon, így megint kérdésessé vált, hogy a továbbiakban tudják-e folytatni. Majd a hivatalos
első kiadás, a Corolla 18 volt, ez már a Fedora 18-as alapokra épült. Itt már ugye mind a frissítéseket, mind pedig a hibajavításokat követte a Corolla, ugye a Fedora után. 2013. május 2-án hivatalosan is egy kiadás került a Corollától, ami ugye a népszerű diszkovács oldalon is megjelent, rengeteg pozitív dolgokkal, legalábbis a szótani cikkírók nagyon dicsérték. Annyit még el kell mondani, és egy kicsit visszamegyek, a régi Corolla név nem így nézett ki. A régi Corolla, annyi volt a különbség, hogy volt közte egy Corolla, tehát volt egy A-betű, maori nyelven a Corolla az azt jelenti, hogy kicsi pingvin. Tehát ugye, mivel a Linuxnak Tux a védjegye, a kicsi pingvin, így gondolták, hogy megpróbálnak egy valami kis állatkát hozzá viszonyítani, és így jött a Corolla név. Új stílusként ugye megalapult a Fedorára, új nevet kapott egy A betűt elvettek belőle, új logó, amit láthattok, a kis kapocsal az összetartozást, ugye a egyenlőséget jelenteni. Ezek után a Corolla és Fedora összehasonlításáról szeretnék beszélni. A Corolla 5 típusú asztali környezetben tölthető le, az XFCE, a GNOME, a KDM-t és a Cinnamon. Itt el lehet azt mondani, hogy mind XFCE, a GNOME, a Mate és a Cinnamon ugye elismert, ugyanúgy a KDM mellett. Az XFCE most megadta ugye az új verziót, a GNOME-nál és a GNOME 3, a Mate és a Cinnamonnál, viszont a KDM még mindig lerakadt a 4.3-as verziónál. Aki KDF-on attól bocsánatot kérek, de a KDF 5-ös verzióhoz képest ez elég csúnyáska. Mindegy. A Fedorával ellentétben itt, ebben a 5 típusú asztali környezetben sokfajta alapértelmezett alkalmazást megtaláltam. Miért mondtam azt, hogy a Fedorával ellentétben? Azért, mert a Fedorában alapvetően nincsenek meg azok a multimédiás eszközök, amik Corollában megtalálhatóak. A Fedorának úgynevezett spinek vannak. A spinek szép vannak osztva bizonyos kategóriára, ugye meg lehet találni az XFCE felületen, meg lehet találni akár matematikai részegen, tudományos részegen, ezeket direkt úgy alakították ki, hogy aki esetleg a tudomány részsel akar foglalkozni, akkor letölt és mindenfajta plusz alkalmazás nélkül egyszerűen csak azt használja, amire szeretné. Alapértelmezett alkalmazásokban rengeteg mindent találunk. Olvastam rengeteg olyan cikket róla, hogy nem támogatja a drivereket. Igazából az én gépemen túlságosan nagy hibát nem találtam ezzel kapcsolatban. Nekem mindenfajta drivert felismert, amit a gépem nekem biztosít. Található benne egy úgynevezett PAR-lap kiegészítő, ami a legújabb szoftvereket, illetve illesztő programokat megkeresi a számítógépünknek, úgymond az alkatrészeihez, illetve külön be van állítva az, hogy melyiket ajánlja, és a listából melyiket ajánlva is választani, és amelyiket ugye nem akarjuk használni, azt egyszerűen nem pipáljuk ki, de általában mindig csak az ajánlott van betéve. A csomagtárolóról annyit kell tudni, hogy a Fedorának a csomagtárolójából körülbelül 97%-ban építkezik fel, 2-3% a saját. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye nagy részében, mivel Fedora alapú, így a Fedora csomagokból fog úgymond táplálkozni, illetve ugyanúgy az update és a testing tárolók is megtalálhatók benne, mindenfajta frissítésekkel együtt, és a hozzátartozó csomagtárolókkal, és ugyanúgy megtalálható benne a Nux Repo, ami ugye a többi RHEL alapú disztribúcióban is megtalálható. Viszont annyit még el kell mondanom, hogy hiába úgymond hát unokatestvére a Red Hat Enterprise Linuxnak, nem támogatott a csomagtárolója, tehát nem tudja kezelni az, ami mondjuk egy RHEL alapú rendszerekben, mint például a CentOS-ban ott működik, itt nem fog működni. Tehát itt a legfőképpen az RPM Fusion nevezetű tárolót használják, ami ugye elősegíti azt, hogy ha valaki egy disztribúciót a Fedorára akar építeni, akkor itt megteheti ezzel a tárolóval, ennek a tárolónak a segítségével. Hogy Corollát vagy Fedorát használjak,
Desktop használatra érdemesebb koronát használni miért? Azért, mert előnyösebb a táj felismerése, tehát sokkal jobban kompatibilis az új eszközökkel. Ugye itt nem kell plusz repozitorokat, tehát tárolókat beletenni, mindent automatikusan felismer. Szerverállomásként Fedora az sokkal előnyösebb. Tehát igazából ugye a Fedora alapú disztribúcióknál ez hátrány szokott lenni, hogy a hálózat, illetve a szerver állomás az hibázik. A Kororánál sikerült elérni azt, hogy egy LAMP szerverről írjanak nekünk cikket, ugye a Linux Café oldalon, de ezt sajnos nem tudtuk megjeleníteni, mert a fiatalember elvetette a bejegyzést, megpróbáljuk pótolni, hogy ezzel is előrébb jussunk. Illetve egyéb használatra, ugye mivel mondtam, hogy a Korora az inkább desktop használatra való, a Fedora meg inkább mind a hálózat, mind a szerverre. Így egy által felhasználónak, mint például én is, ahogy ide érkeztem hozzátok, inkább a Kororára mondom azt, illetve a Kororára hajtok fejet, mint a Fedorára, mert a Fedorára sokkal több mindent kell úgymond beletáplálni, beleintegrálni. Felhasználó szinten nagyon nehéz beszélni a Linuxról. Azért, mert a Linuxot nagyon régebben ugye csak is kizárólag szerverállomásként hozták létre. A 2000-es évek közepétől indult el ez a hatalmas nagy, úgymond lavina, hogy bizonyos fejlesztők, meg bizonyos emberkék majd ők csinálnak valamilyen fajta disztribúciót. Aztán tudjuk azt, hogy kevésbé sikerrel, meg ugye legfőképp a támogatottság hiánya volt a legnagyobb probléma. És nem mintát a nagyobb, úgymond veterán Linuxosok nem igazán szeretik felhasználni szinten, ha beszélnek a Linuxról. Ők megragadtak egy rendszernél, tehát nem bántásképpen mondom, inkább úgy fejezem ki magam, hogy nekik az a rendszer van, amit ugye nagyon régóta használnak és ebből építkeznek, és ha mondjuk jön egy olyan újabb ember, mint én, aki azt mondja, hogy egy felhasználó szintű bemutatásokat tartani, akkor vagy nagyon mosolyognak, vagy egyszerűen kiröhögnek. Én ezt azért nem tartom, tehát elfogadottnak számukról, mert akik ugye felhasználó szinten próbálnak Linuxot kezelni, azok ezzel próbálnak úgymond a közösségi munkában is többet segíteni az embereknek, illetve próbálunk azokat a részeket továbbvinni, amiben azok felhasználók, kicsit belebonyolultam, bocsánat a mondatommal, tehát próbálunk a kezdő Linuxosoknak segíteni ezzel a úgymond cikkekkel, illetve a bejegyzésekkel. Igen, aztán még egy szeretném elmondani, hogy ugye a Fedorához hasonló exákkal felszerelt disztribúciókat RHEL vonalon még találhatunk, tehát ami azt jelenti, hogy nem követi a Fedora vonalát, de úgymond unokatestvérek, a CentOS alapú Stella. A Stelláról ugye annyit kell tudni, hogy nem egy fork, azért nem forknak hívjuk, mert a már említett Nux repo szerepel benne, amit Nuxro, egy internetes programozó, illetve csomagkészítő alkotott meg, és akkor ezáltal beleintegrálta a CentOS-ban a Stellát, és így teljesen elfogadott az ő általa készített rendszer. A Red Hat vonalon találhatjuk még ugyanilyen extrákkal felszerelt, és talán átlag felhasználónak is sikeresen telepíthető disztribúció, a Scientific Linux, a Fermi Linux és a Springer Linux. A Scientific és a Fermi mondhatni azt, hogy ők is rokonok, hiszen mind a kettő tudományra lett kifejlesztve, a Fermi Linuxot például a CERN kutató laboratórium használja, a Springer pedig az Amerikai Egyetem saját felhasználására. Szoktunk olyat látni, hogy a Red Hat rendszernél valami rolling. Na most itt annyit kell tudni erről a RH vonalú rolling disztribúciókról, hogy míg egy adott rendszert rollingnak hívunk, itt azt jelenti, hogy a csomagtárolókat ellenőrzik egy bizonyos időig, egy bizonyos ciklusig, illetve magát a rendszert is, és hogyha ez megfelelt már a fejlesztők által előírt kiírásnak, illetve a határidőnek, akkor ott véglegesítik, és akkor lezárják,
és kiadják teljes rendszerként, míg ellentétben mondjuk egy Arcsot vagy egy Gentót, ahol folyamatosan ugye rollingról beszélünk, mert folyamatosan az új változatokat kapunk. Itt maximum annyi lehet a úgymond a összetűzés, hogyha véletlenül történik egy kis hiba, akkor viszont ott borul a rendszer, tehát ott teljes mértékben újra kell az egészet úgymond kreálni, újra kell építeni. Ugye a Fedora alapon, amit már eddig említettem és beszéltem róla, a Corora, illetve a Sri Lankai Hantana Linux, ugye próbálkozik nagyon sok disztribúció Fedora alapot építkezni, hát kisebb sikerrel, tehát a Sri Lankai Hantana Linux, a Black, amit az Angol Tudomány Egyetem használ ugye fejlesztésre, illetve egy portugál származású, tudom, az a Shapao nevezetű Linux disztribúció, ami tényleg rengeteg exákkal van ellátva. Igen, esetleg, hogyha valaki kérdést szeretne feltenni, nem tudom, hogy... Igen? A Corora Linuxnak a live disztribúciója az él? Live disztribúció? Persze, ugye. 20 és 21-es verziók számon tölthető le. A 20 és a 21 között az a különbség, hogy a Mate, nem bocsánat, a Cinnamon nincsen a 20-asban. Tehát míg a 20-as verzióban csak négy fajta asztali kiegészítő található, a 21-esben már létezik a Cinnamon, illetve jön majd a 22-es kiadáson ugye a Fedora disztribúciót követi, és akkor abban már ugye található lesz majd a LibreOffice-nak az új csomagja, található lesz majd benne a KDE, illetve a kernel is, a 4.0-ást is megpróbálják vele integrálni, ha ugye fog megélni a disztribúció fejlesztése, legalábbis remélem. Úgyhogy ha... Jó, köszönöm szépen! Köszönöm szépen a figyelmet, és hogyha esetleg valaki ellátogat ugye a linuxcafé.eu oldalra, szívesen várunk mindenkit, aki a Linux-szal kapcsolatban szeretne írni, illetve szeret a közösségnek segíteni, szeretettel is szívesen várjuk. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek! Szeretnék, hogy folytatjuk, következő eladónk Vajna Miklós.